az ugyanan kiszűrt HIV pozitívak száma ugrásszerűen megnőtt, hogy ennek mi az oka, és mik a fejlemények, gyorsan bele is vágunk a témába. Paprika Kinga újságíró, jó estét kívánok, és Mocsonaki László, a Civil AIDS Fórum elnöke. Mi a probléma? Tehát, hogy nőtt az AIDS-es betegek száma Magyarországon, vagy több a szűrés? Sajnos nem több a szűrés, kevesebb a szűrés, és a kevesebb szűrés ellenére is megemelkedett a kiszűrt HIV pozitívok száma. Az elmúlt 5 évben már 200 fölött szűrnek, 250-300 embert szűrnek ki évente, még 15-20 évvel ezelőtt évente 70-80 embert szűrtek ki. Ma is jártunk Győrben, ott végeztünk szűrést a tanítóképzőfűiskolán, onnan jövök ide a stúdióba. És ott egyébként hogy viszonyultak a gyerekek vagy a diákok a szűréshez? Mennyire voltak elutasítóak vagy befogadóak? Teljesen nyitottak voltak, egy híradó kampányhoz kapcsolódtunk. Egyet viszont megtapasztaltunk, de ez általános tapasztalat, hogy körülbelül a 5%-a, ha megfordult HIV szűrésen 20-25 éves fiatalokról van szó, 95%-kal nem is foglalkoztatta ez a kérdés, ott részt vett a szűrésen, de kiderült, hogy ez az első szűrése, illetve olykor elmegy némelyik véradásra, mert tudja, hogy ilyen szempontból is nézik az illetőt. Mit tesz az állam, amit kell tennie, és megtesz elég propagandát, beszélünk erről a történetről, és mit tesznek a civil fórumok? Tehát, hogy mi az, amit kellene tenni, és nem tesznek? Vagy fordítva? Hát konkrétan az állam nem csinál effektív semmit, vagy kis túlzásra mondhatjuk. 2013 óta a minisztériumban ott porosodik egy tervezet, egy nemzeti HIV-AIDS stratégiai tervezet, amire azóta se küldték ki se a civilekhez egyeztetésre, se nem fogadták el, tehát nincsen nemzeti HIV-AIDS stratégia. Van 2012-ben Balogh Zoltán miniszteri rendelettel létrehozta a nemzeti HIV-AIDS munkacsoportot, ami viszont stratégiai terv hiányában nem tudja ellátni a tanácsadói funkcióját, folyamatosan csökken a területnek a finanszírozottsága, és hát komoly szembecsukás van. Hogy kiegészítsem a Rékát, pontosan az elmúlt 6 évben kétszer adtak támogatást pályázati úton a civileknek, 15 millió forintot 10 civil szervezetnek 3 évvel ezelőtt, illetve most egy civil szervezetnek, a budapesti anonim tanácsadó szolgálatnak adtak 15 milliót a meleg közösségemben végzendő szűrésekre. De ez olyan minimális ez az összeg, mert azt olvastam, hogy 2000 nyárt ez 10-12 millió forintba kerül. Így ez van. Ki finanszíroz, hogyan van a pénzük erre? Hát ezt az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozza a civil szervezet esetében. Valóban az a baj, hogy prevenciós projektek nem futnak ma Magyarországon. Ennek egyik jelzése, hogy nem is készült HIV stratégia. Mi a Norvég Civil Támogatási Alap segítségével kezdtünk egy szűrőkampányt vidéki közösségekben, 5 nagyvárosban végzünk meleg szórakozó helyeken szűréseket, nem csak az LMBT közösség tagjait, hanem szexmunkásokat is szűrünk. Próbáltuk bevonni ebbe a munkába ezért felelős intézményeket, az ANTS-eket, az ott dolgozó szakemberek nyitottak volt arra, hogy együttműködjenek velünk, és hogy közelebb hozzuk a helyi közösséget a helyi ellátórendszerre, de a kormány hivatalok visszautasították az együttműködést, a szakmai együttműködés megvolt, úgyhogy kénytelenek voltunk egy-egy szakembert, nem intézményt, egy-egy szakembert megkeresni abban, hogy segítsen nekünk az ottani szűrőkampányban. Most csak, hogy egyértelmű legyen, tehát norvég bűnözőknek nevezett civilek látják el az állami feladatot, amit az állam elhanyagol. Okay, kék, aki mondja kerekperec, amit gondol, igen. Azt meséljék már el, hogy az egy dolog, hogy mi nem tudjuk, nem vagyunk képben, hogy pontosan milyen jelei vannak az AIDS betegségnek. De hogy azt olvastam, hogy nagyon sok szakember sincs képben ezzel, és egyéb iránt sok olyan probléma kiszűrhető lenne, és hogyha ezt időben felismernék, és nem tabuként kezelnék, az orvosok is megijednének. Szóval azért botrányos helyzet, nem tudom, hát durvábban is meg lehetne ezt fogalmazni, botrányos a helyzet, nincs HIV stratégia, nincsenek prevenciós kampányok, nem csak azokban a társadalmi csoportokban, amelyek a HIV-AIDS fertőzésnek jobban kitettek, hanem általában a fiataloknak, akik megkezdik a szexuális életet. Ez az egyik, ami az emelkedéshez hozzájárul. A másik pedig, hogy szakmaemberek sincsenek tisztában azzal, hogy esetleg a náluk megforduló páciens az HIV pozitív vagy AIDS beteg lett. Konkrét példát mondok. Azt hiszem ősz folyamán történt a László kórházban, hogy olyan 23 éves fiatalember jelent meg, aki a 8. tüdőgyulladáson esett át.
fiatalember ott is halt meg, mert egy észstádiumban került már a kórházba, és nem tudtak rajta segíteni. Tehát bocsánat, ez azt jelenti, hogy a 8. tüdőgyulladásig tartott, mire valakinek eszébe juthatott, hogy ő azért esik igen. vissza folyton. Miközben egyébként, hogyha kevésbé volna stigmatizált a betegség, volna érdemi felvilágosítás, és elérhetőek volnának a szűrőközpontok, akit HIV stádiumban kiszűrnek, az hosszú boldog életet élhet megfelelő gyógyszerelés mellett. Tehát egyáltalán nem jelenti azt, hogyha valaki HIV pozitívnak bizonyul, akkor véget ér az élete. Mert a gyógyszerrel sőt, most már viszont nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb eljusson megfelelő gondozásba. A szűrőkampányok erre szólnak, ez a legfontosabb, hogy minél több ember legyen tisztában a HIV státuszában. Mert ha kiderül valakiről véletlenül, hogy ő HIV pozitív, akkor gyógyszeres kezeléssel karbantartható és teljes értékű életet élhet. És azt gondolom, ebben a nagyon hibás politikát folytat a kormány. Én azt gondolom, a miniszternek ezt egyszer erről számot kell adni, hogy viszünk hozzá, ha máshol nem, az ő szokmányra egy kicsit utalva, az Isten színe előtt biztos számot kell adni erről. Beszéljünk erről, én azt mondom. Jöjjenek hozzánk máskor is, köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Önöknek köszönöm már a figyelmet, ez volt az Esti Start. Semmi baj, ez volt az Esti Start, találkozunk holnap is a vendégeinktől, még elköszönök, viszontlátásra.